Az újranyitást követően bizakodóak a fürdő vezetői, hiszen a vártnak megfelelően alakul a fürdő napi látogatószáma. Erről Simon Gábor, a kiskörösi fürdő vezetője beszélt televíziónknak. A számokban azt tudom mondani, hogy nyilván a várakozásnak megfelelő, és az én várakozásomnak megfelelő, mert a 180-tól a 350 emberig naponta, nyilván a hétvégékkel együtt, így jön ki az átlagszám. Hát nyilván itt a pandémia azért behatározza ezt, behatároz a védettségi kártya, behatárolja ennek a dolgát. Az elmúlt két hétben elenyésző volt azoknak a száma, akik védettségi kártya nélkül szerettek volna a fürdőbe jönni. Sajnos olyan is akadt, aki erőszakosan és arrogánsan lépett fel a védettségi kártya hiánya miatt a jegypénztárnál, de a többség elfogadta a jelenlegi szabályozást. Még mindig sokan vannak olyanok, akik nem rendelkeznek oltással vagy nem estek át a COVID-fertőzésen, és többségük védettségi kártya nélkül el sem indul a fürdőbe. A kényszer leállás alatt több fejlesztést is megvalósítottak, most már modern játszótér várja a legkisebbeket. Ki lettek cserélve azok a lámpatestek, amik benn voltak, tehát hogy érintésvédelem mellettek normálisabban ellátva, mint ami régi elhasználódott volt. A medencén kívül itt a fürdőbet lehet látni, és már kicseréltük a külső lámpákat is. Fényszorok lettek felszerelve, hogy a Pali bácsi tudja normálisan takarítani este a medencét, hogy lássa is, amit csinál, nem csak úgy világít. Azon kívül nyilván a játszótér, ami a gyerekes családokat szeretnénk, hogy minél többen jönnének, mert hát eléggé el van idősödve az átlag korosztály, és jóban a fiatalok is találnak a számításokat, hogy kihozzák a gyereküket, magyarul ők a kisgyerek is tudjon szórakozni. A fürdőlátogatók mellett a sportolók is visszatértek az úszoda falai közé, és elkezdték az edzéseket. A környékbeli iskolák közül is több folytatta az úszásoktatásokat. Az újranyitást követően a jegyárakon semmit sem változtatott a fürdő vezetősége, mindenki a már megszokott időben és belépőjegy árak mellett tudja igénybe venni a fürdő szolgáltatásait. Semmilyen ár nem változott, nem is változhat, ugyanis a kormány rendelkezés alapján nem lehet változtatni rajta. Ugyanis ezért támogatta azokat a vállalkozásokat, azokat a cégeket, akik ezt úgymond elfogadták az állami támogatást. Ezzel együtt kötelesek voltak elfogadni azt is, hogy nincs áremelés. A belépőjegyek az 560 forint és 1200 forint között mozognak, ezen felül lehet jegyet váltani szauna szolgáltatásra is. A fürdő vezetősége továbbra is arra kér mindenkit, hogy a fürdőt csak védettségi igazolvánnyal látogassák, mely mellé fényképes igazolványt is fel kell mutatni.